Ami a futballban a holt szezon, az a futball szervezők számára a főszezon, ilyenkor érkeznek ugyanis a nevezések, intézik az átigazolásokkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. Nincs ez másként az MLS megyei igazgatóságán sem, ahol már elkészült a megyei első osztály, a három másodosztályú és az öt harmadosztályú csoport beosztása, amelyekből kiderült, hogy a tavainál hárommal több csapat vág neki a 2015-2016-os szezonnak. Lezárultak a nevezések és a nevezési határidők, igazából a hiánypótlásokkal van még egy-két egyesület ugye elfoglalva, hiszen volt egy-két olyan dokumentum pár egyesületnél, amit még nem pótoltak a nevezéshez, de úgy néz ki, hogy ezek is rendben lesznek, és nyugodtan kijelenthetem, hogy több csapatunk lesz, mint a tavalyi szezonban. A jelenállás szerint a megyei felnőtt bajnokságban 137 egyesület fog indulni, ugye 16 megyei első osztályú, 3x16 megyei másodosztályú, és összesen 73 megyei harmadosztályú csapat, és a megyei harmadosztály területi elv alapján 5 csoportba fogjuk majd osztani. Az elmúlt években több csapat számára is gondot jelentett a megfelelő szám utánpótlás együttes indítása. Talán ezért is volt olyan egyesület, aki visszalépett a megyei másodosztályból. Érdekes volt, illetve volt olyan bajnok, ugye az 5 megye 3-as bajnokból csak 2 vállalta a megyei másodosztályt, a másik 3 pont ezért az ifjúsági csapatot nem tud kiállítani. Érdekes egyébként, hogy pont ezért az elmúlt év megye másodosztály összes kiesője benn maradt, hiszen ugye nem volt annyi egyesület a megye 3-ból, aki vállalta volna magasabb osztály kihívását. Viszont a megye első osztálynak ez most könnyebbség, hogy a tavalyi évtől eltérően az IFI és az U16-os csapat mellett nem kötelező számukra az U14-es utánpótlás egyesület indítása, csak ajánlott. A Bozsik programba kötelezően részt kell venni. Nagy öröm egyébként az igazgatóság részére, hogy ennek ellenére, hogy nem kötelező a megye egynek az U14, a 16 csapatból 14 egészen biztosan indít U14-es csapatot, és a másik kettő is gondolkodik rajta. Tehát ez jól látható, hogy a Bozsik programnak is köszönhetően folyamatosan azért versenyeztetik a gyerekeket, nem engedik szélnek őket, hiszen talán ez a legfontosabb, hogyha kilépnek egy korosztályból, akkor legyen hol futballozniuk és hol játszaniuk. A megyei bajnokságban augusztus 15-16-án kezdődik a szezon, előtte augusztus 1-én Nyírbátorban a 9 csoport legutóbbi győztese méri majd össze tudását a bajnokok tornáján.